1911. március 16-án 13. munkássportklubként megalakították a szervezett vas- és fémmunkások egyesületét, a Vasast. A sorban sokadik, akkor még senkinek fel sem tűnő kis egyesület, mint ahogy a klub díjai, serlegei és kupái is igazolják, a sport nemzetközileg is ismert fellegvárává erősödött. A kezdetek jóval szegényebb jövőt ígértek. Erre emlékszik archív filmünkön Molnár Rezső, a Vasas egyik alapító tagja. A Vasas pályája első helyen a Zuglóba Hajcsárúton történt. A bejáratnál nem állt jegyszedő, nem árusítottunk jegyet, és itt teljesen a látogatók részére volt bízva, hogy mennyivel akarják az egyesületet anyagilag támogatni. Amikor a mérkőzés körülbelül az első félidő vége felé járt, akkor mindkét oldalon két-két elvtárs egy kemény kalappal, ami abban az időben divat volt, ment sorba, és az állóhely, mert csak állóhely volt, a kalapba dobálhatták be kiki a maga adományát. Először a Népszavában jelent meg felhívás a Vasas létrehozására. Egy hónappal később már létezett a klub, amely alapító okiratában nyíltan hitet tett a munkások egységbe tömörítése mellett. A cél minden vasmunkást, aki polgári egyesületben működik, onnan kivonni és a munkássport egyleteknek megnyerni. A mai Tököli út 56 számú épület helyén állt vas- és fémmunkás székházban alakították meg az új klubot, amelynek színe a piros-kék lett. A munkásmozgalom, sőt a nemzetközi munkásmozgalom színe is piros volt. És a Vasas, mint a magyar vasmunkások első reprezentatív csapata, alapjában véve kötelességének tartotta, hogy a piros szín képviselő legyen. A kék szín, ami későbbi ismereteink szerint már akkor is a béke szimbólumát képezte. Ennél fogva a két dolog szorosan összetartozott. Hosszú éveken keresztül azonban a Vasas előfordult, hogy nem piros-kékben játszott, hanem teljesen más színekben. Ennek, úgy tudom, elsősorban anyagi okai is voltak. Hát volt, amikor a kényszerűség abból adódott, hogy az egyesület anyagi lehetőségei, szegénysége nem tette lehetővé azt, hogy piros-kék felszerelést vásároljon. És mivel voltak más olyan egyesületek, akik hajlandak voltak segíteni ahhoz, hogy azért a szereplése ne szakadjon meg a labdarúgó csapatnak, kedvezményesen vásároltak más színű szerelést. A kezdeti években az egyesület egyenlő volt a labdarúgó szakosztállyal, amelyet az MLS az akkor kötelező három bemutató mérkőzés után a negyedik osztályba sorolt be. A csapat 1916-ban 8000 néző előtt a kapuban az itt balról látható Platkóval, az első Vasas válogatottal és a mezőnyben az akkor még itt játszó Orttal osztályozót nyert. Ezzel a piros-kék csapat az első osztályba jutott. Napról napra gyarapodott az egyesület ereje. 1918-ban Szelki Otto nehézsúlyú birkózó, a klub első olimpikonja megszerezte a Vasas első bajnoki aranyérmét. A tanácsköztársaság idején, mint majd valamennyi Vasas sportoló, ő is tagja volt a proletár hatalmat védelmező Vasas századnak. A tanácsköztársaság elbukott, de a Vasas nem zilálódott szét. Pedig hány kísérlet történt elsorvasztására. Az egymást követő ellenforradalmi kormányzatok spicli hálózatai fáradtságot nem kímélve kísérték végig a klub életét. Mint a leghűségesebb szurkolók, ki nem hagytak egy rendezvényt sem. Leggyakrabban persze a saját pálya híján mindenfelé vendégeskedő labdarúgók mérkőzésein bújtak meg. Ebben a légkörben, a nézőtéren a kor divatos buzdítása, tempó Vasas, mind gyakrabban már nem egyszerűen csak a csapatnak szólt. Politikai állásfoglalássá erősödött. Az egyre erősödő fasiszta kultuszkormányzat a Vasas felé is kivetette hálóját. És
A széleskörű tiltakozás miatt odáig nem tudtak eljutni, amit egyébként előterjesztettek országos tanácsülésre, hogy feloszlassák, megszüntessék a sportklubunkat, a labdarúgó csapatunkat, de azt el tudták érni, hogy meg kellett változtatni az egyesület, illetve a labdarúgó csapat felszerelésének színeit és a nevét is. Mi lett akkor a Vasas labdarúgó csapatának a neve? Az első időben Nemzeti Vasas lett, később, hogy a Vasas egyáltalán ne szerepeljen belőle, Kinizsit. Kinizsi névre kellett a Vasas nevét változtatni, és a színeinket kék-sárgában határozták meg. Mennyi nézője volt ezekben az időkben a Vasasnak a labdarúgó mérkőzéseken? A 30-as években nyugodtan hivatkozhatunk, nem volt olyan hazai mérkőzésük, amelyik 3000 néző alatt lett volna. Későbben, amikor már a fasizmus elleni tiltakozási jegyeit is magán viselte a Vasas mérkőzések látogatottsága, 12, 14, 16 ezer ember is összejött a Latorca utcába. A Vasas versenyzői nem csak a labdarúgó pályákon arattak nagy győzelmeket. A klub eddig 29 olimpiai bajnokára büszke, 7 sportágban. A legeredményesebb a vívó szakosztály, ahonnan 7 olimpiai bajnok került ki. Az elmúlt 50 esztendőben a Vasas egyik húzó szakosztálya kétségtelen a vízilabda volt a maga 13 magyar bajnoki aranyérmével. Ebben a szakosztályban sem szerepelt kevesebb olimpiai bajnok, mint a vívókéban. A magyar sportközvélemény nagy izgalommal várja vízilabdázói szereplését. A magyar csapat tagjai Jenei, Vízvári, Gyarmati, Markovics, Kárpáti, Szívós, Bolvári, Szitja és a többiek határtalan lelkesedéssel küzdenek, hogy kihasználják az olimpiai bajnokságot és visszaszerezzék a vízilabdában a világ elsőséget. Elkápráztatóan játszik a magyar vízilabda csapat. A közönség nagy tetszéssel fogadja a magyar csatársa gyönyörű akcióit és lendületes támadásait. Most itt Bolvári milyen szépen úszik fel a labdával, ott van melletted Markovics, add már neki! Nem Bolvári, de kivár, most adja Markovicsnak, Markovics gólizza neki, aztán lő, gól! 3-0. A magyar csapat biztosan vezet a hollandok elleni mérkőzésen. 3-0-ra vezetünk, amikor nagy lendülettel támadunk. Kárpáti úszik el a labdával. A kapu előtt Szívóshoz ejti, a középcsatár azonban a lövés helyett újból visszajátszik Kárpátinak. Kárpáti még előbbre húzódik, aztán beheti a labdát Szívósnak, Szívós lő! Kapu sírt a labdát, a nézők felszabadítanak. Azonban nem kerül messzire, csak Bolváriig a labdájuk. Bolvári Szívóshoz tovább visz, középcsatár lő! Gól! A negyedik gólunk! És Szívós gólja után már nem változik az eredmény. 4-0 arányban legyőzzük az Egyesült Államok csapatát, és ezzel megnyerjük az olimpiai bajnokságot. Vajon mikor állítanak már ki valakit? Nem kell kiállítani, mert Faragó óriási bombagól. 4-4. Közben egy kiállítás, Ghibellininek kell elhagyni a medencét. És megint Faragó. Gól! Óriási bombagól. Faragó a negyedik gólját lövi ezen a mai mérkőzésen. Ennél szebbet kívánni sem lehet, és pont jókor az olaszok ellen.
egy lóválás, még egy lóválás, és aztán védhetetlen, mire Alberani észreveszi, már kifelé jön a hálóból a labda. 6-5. Barago Omar, Csapo Gabon, Kenis George. Benedek. Vári kapja a labdát. Várival szemben Stratán szabálytalankodik. Gól! Gól! Mekkora gól, Vári! 2 másodperccel a negyed letelte előtt csavarból. A második akciógólunk. Hát gyönyörű, ahogy érzi a kaput. És fantasztikus, mekkora gólt lő! Te jó ég! Klasszikus csavargól, a vízilabda hőskorára emlékezve. És persze a foci. Mind a 3 olimpiai bajnok válogatottunknak volt piros-kék játékosa is. Puskás, a magyar csapat kapitánya végtelenül boldogan áll fel a győzelmi emelvényre, és a himnusz hangjai mellett felvonják a magyar lobogót a győzelmi árbócra. Itthon milliók örvendeznek. Tovább támadott a jugoszláv együttes. Samardzic selezgette magát tisztára, és bizony sok borsot tört védelmünk orra alá. Szent Mihály csak nehezen tudott tisztázni. Nógrádi kap labdát, Benét szökteti, Bene Farkashoz továbbít. A 18. percben vagyunk. Farkas lő, gól! 3-2! Nézzük csak még egyszer. Tetszik a játék a japán közönségnek. Felhangzott a magyar himnusz és a győzelmi dobogón egymás után jelentek meg a magyar játékosok. A dobogó legfelső fokán Novák Dezső, őt Szent Mihály követi, majd ott áll mögötte Ihász és a többiek. Az olimpiai bajnok tehát Magyarország labdarúgó csapata. Fazekas. Megfogja, ott a helyzet! Még egy gól, Menzel! Na végre, Iván, ez az, de mekkora gólt lőtt kapásból. Dunai előtt volt az igazán nagy helyzet, de valahogy nem tudta elfejelni a labdát, és amikor kipattant a védőkről, Menzel ballal, azzal a ballal, amivel az előbb nagy gólhelyzetből olyan messze mellé lőtt, mekkora gólt lőtt. Na jól van, Iván. Váradi érkezik, Váradi egy. Váradi, 3-1. Néhány perccel a mérkőzés vége után Müller Sándor kifújta már magát. Hát egy kicsit igen. Mióta vagy a Vasas kapitánya? Egy másfél éve. Melyik volt ebben a szezonban a legnehezebb mérkőzés? Mindegyik nehéz volt. És most az alegerszegi mérkőzés után, amikor a csapat méltán fogadja a gratulációkat a kapitányon keresztül, hogyan tudnád értékelni? Tudom, most nagyon nehéz ezt a bajnoki küzdelmet. Miért nyerte a Vasas a bajnokságot? Én úgy érzem, hogy a nagyon jó csapatszellem, és mindenkinek az összefogása, és nem végsősorban Rudi bácsinak, az áldozatkész munkája, Berendi Palinak és a többieknek, akik mindenki segített minket. Úgy érzem, hogy ennek az összefogásnak az eredménye az, hogy ilyen jól szeretünk szerepelni. Hát még egyszer nagyon sok szeretettel gratulálunk a Vasasnak, és jó szerepést kívánunk a bajnokságban. Nagyon szépen köszönjük a szurkolók nevében is. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon izgatott voltam az emlékezés előtt. Többi előtt is drukkoltam már, mikor 30 gólt elértem, de ezt szem előtt emlékezés, ahol tényleg nagyon akartam gólt rúgni.
Ha csak egyet rúgok, akkor is már edzőcipős vagyok, és ezt minden áron akartam. Úgyhogy... Nehéz lenne talán megmondani, hogy melyik volt a 36 közül a legnehezebb? És a legszebb talán? Talán a legszebb. Hát egy Győrben volt talán a legszebb, mert az volt az a mérkőzés, ahol eldőhetett tulajdonképpen a bajnokságunk. Az a gól, amit rúgtam, az döntő volt szerintem 0-0-as állásnál. Kivittem egyed, és kapus kicserezve berúgtam. Ennek a legemlékezetesebb. De mind a 35-öt nagyon boldog vagyok, szóval ugye nem tudok különbséget tenni tulajdonképpen. Az első szó természetesen a gratulációé. Hiroszki Rudolf mesteredző, hogy összegezné fél órával a találkozó lefolyása után a bajnoki évet? Hát először is a gratulációt, azt a csapat nevébe köszönöm. Minden szerencsétlenség nélkül mondom, hogy a játékosok maximális teljesítményt nyújtottak, és minden dicséretet megérdemelnek. Mi volt a célkitűzés a bajnoki év elején? Hát engem egy 3 éves programunk volt, és a 3 éves programnak a 3. évébe, tehát ebbe az esztendőbe, az első 3 kört kellett volna végeznünk. Úgy érzem, hogy ezt maximálisan teljesítettük, nagyon nehéz 3 esztendő volt, sokat dolgoztunk, sok probléma volt, de úgy érzem, hogy végeredményben, ha nehezen is, de megérdemelten nyerte meg a csapat a bajnokságot. Miben lépett előre ez alatt a 3 esztendő alatt a Vasas? Hát főleg a 3. esztendővel léptünk előre, nem csak eredményesség szempontjából, hanem elsőbb a morális szempontból, bizonyos értelemben csapat építés szempontjából, és nem utolsóban, hát talán ez egy kicsit kockázatos, de mégis megemlítem, baráti szellem szempontjából nagyon sok javulás mutatkozott a játékosoknál. Engedje meg egy személyes kérdést. A mai esti illapban azt olvasom, hogy Hiroszki Rudolf visszavonul. Egy edző ilyen jubileummal, mint ön, azt hiszem nem dicsekedhet, hogy egész életét a Vasasban töltötte, mint játékos és mint edző, több mint 600 mérkőzést, vagy a Zöldjepen, vagy a Zöldjepen kívül. Hogyan tovább? Hát elsősorban szeretném megköszönni a Vasasnak azt, hogy valóban 41 óta vagyok tagja. Ez alatt az évek alatt, évtizedek alatt, tényleg mindent a Vasasnak köszönhetek, úgyis, mint játékos, úgyis, mint edző. Nagyon sok mérkőzésen vettem részt, mint játékos, nagyon sok mérkőzésen vettem részt, mint edző, és valóban szó van arról, hogy visszavonulok, hogy mikor és meddig, azt még nem tudom pontosan megmondani. Ezt gondolom, hogy június 30-án el fog dőlni. Egyet tudok mondani, hogy aki Vasasban sportolt, és jövőben se Vasasban fog sportolni, az érezze magát megtisztelve, mert itt tényleg minden segítséget megkaptam a munkámhoz, nem csak úgy, mint játékos, hanem úgy is, mint edző. Ember emlékezet óta nem voltak ennyien Szegeden a Felsőtiszaparti stadionban. Budapesti Vasas és a Szeged SC játssza az NB1-es osztályozó mérkőzést az NB1-be jutásért. Duró, közben kialudt a lámpa is, Komjáti a bal oldalon, éppen a sötét területen, ügyesen kanyarít belőre, Szabó Gyula kézzel nyújt a labdához, 11-es, német játékvezető 11-es titul. Óriási, óriási öröm a Vasas játékosoknál. Szabó Gyula a fejét fogja. Egyszerűen értetetlen, nem lehet fölfogni egy mérset. Szabadi a labda mögött. Lő, gól. Vasas NB1-es marad a 90. percben, az utolsó pillanatban elért gól. A lépten kopott esős éjszakán, az ütött kopott utcák nevét tudom, mert én itt lettem ez a határ. Itt minden emlék múltam hozzá felé, mert én itt lettem ez a határ. Tudom, a nap az mások szemben ragyog, sok itt a füst, a korom és a köd, de itthon mégis angyal földön vagyok, a váci útkörön. Az ön neve egy ezzel a klubbal. Történelemben ismerünk megvesztegethetetlen, ön megközelíthetetlen volt? Más klub nem is kereste itt Magyarországot? Tudták, hogy a Vasashoz tartozik? Hát én megmondom őszintén, egyetlen egyszer kerestek meg ezelőtt, 30 évvel, ha jól emlékszem, Nyíregyháza játszott osztályzót, nem tudnám pontosan megmondani kivel, akkor kerestek meg,
de hát eszembe se jutott, hogy elmenjek segíteni, mert én mindig úgy éreztem, hogy hát ide tartozom. Folytassuk az egyéni olimpiai bajnokokkal. A világbajnokságokon is a most látottak vitték a prímet. Kovács Páltól kezdve, aki négyszeres világbajnok, Kozmán és Hegedűsön állt egészen Kovács Istvánig. 1973-ban például 6 világbajnoka is volt az Egyesületnek. A legutolsó világbajnokok kardvívók, Ferjáncsik és Nemcsik. A női kézilabdázók 1985-ben, a vízilabdázók 1984-ben, a labdarúgók pedig 1966-ban veretlenül nyerték meg a bajnokságot. A focistáknak összesen 6 alkalommal sikerült a tabella élén zárniuk a bajnoki szezonokat. De sikereik hatására egyetlen egy alkalommal sem telt meg úgy a lelátó, mint akkor, amikor egy búcsúmérkőzést szerveztek a Fáy utcában. Valljuk be őszintén, kedves szurkolók, régen nem láttunk ilyen tömött villamosokat, autókaravánt, és sűrű sorokban a pálya felé igyekvő és a pénztárak előtt sorban álló embereket, mint csütörtök délután a Vasas Fáy utcai sporttelepén, Angyalföldön.
Nem bajnoki vagy kupa találkozóra gyűltek össze, pontosabban gyűltünk össze, hanem búcsú mérkőzésre. Megkaphatnám Baróti Lajostól a kezdőcsapatot? A mai mérkőzésen a kezdőcsapatban három fix játékos játszik. Mészöly, Ihász és Farkas személyében. A kiegészítő játékosok Mészáros, Török, Vidács, Komjáti, Lakinger, Kovács, Gas és Szőke. Hát akkor nézzük csak, Farkas János, mikor feküdt utoljára itt ezen a padon? Közel 2 éve. És milyen érzés most ide visszakerülni Vinkovics mester keze alá? Na hát elég jó keze van, szívesen feküdtem a keze alatt örökké. Hány gólt masszírozott be Vinkovics? Hát egy 2-est, úgy néz ki. Nem erre a mérkőzésre gondolom. Úgy összesen általában a Vasasban történt. Bajnoki mérkőzésen körülbelül 100-at. Körülbelül 100-at. És a válogatottban, hiszen ott is ő volt a... Válogat közel 30-at, 28-30. Milyen kapcsolata van Farkas Jánosnak most a labdarúgással? Hát sajnos nem nagyon sok, mert van egy foglalkozásom, ami elfoglalja az egész napomat, de a mérkőzésekre nagy részében ki tudok járni. Lámpaláz? Hát van egy kicsi, van egy kicsi. Egy pillanatra hadd zavarjalak benneteket. Ezen a meghívón azt olvasom, hogy Ihász Kálmán 363 bajnoki mérkőzést játszott a Vasasban, ő a listavezető. A másik listavezető Mésző Kálmán a triumvirátusból, aki 61-szer volt magyar válogatott. Én arra kérem Ihász Kálmánt, hogy ebből a 363 mérkőzésből melyikre emlékszik vissza a legszívesebben, Mésző Kálmán pedig arról, hogy a 61 válogatott mérkőzésből, amelyet a Vasas színeiben vívott, melyik az, amelyikre a legszívesebben emlékezik? Melyik Kálmán kezdi? Hát legszívesebben azokra a mérkőzésekre emlékszem vissza, amelyiket megnyertünk. Szerencsésnek mondhatom magam, mert az elmúlt 15 év alatt úgy érzem, hogy nagyon sok ilyen mérkőzés volt. Talán a legszebb, amikor veretlenül nyertük meg 1966-ban a bajnokságot, és hát a kupamérkőzéseket is szintén ide veszem. A 61, ez egy nagyon szép szám válogatottság terén, de nagyon nehéz válaszolni ilyen rövid idő alatt, hogy melyik volt a legszebb. De talán azt tudnám erre válaszolni, mivel a világbajnokság évében vagyunk, hogy mind a két világbajnoki szereplés, akár a chileire, akár a angliára visszagondolok, a legfeledhetetlenebb emlékeim ide tartoznak, és talán most azért is mondanám ezt, mert Vasasban búcsújátékén szerepelek, ugye, és pont egy olyan edző keze alatt, aki mind a két világbajnokságon is az edzőm volt. Ez a két olyan időszak, a többivel együtt, amely nagyon kellemes és nagyon szép emlékek voltak, de a két világbajnokság feltétlenül. Ezt kívánom a többi következő évfolyamban jövő játékosoknak, nem ebbe az évben, mert ebben nem lehet, de a következőkben, hogy ők is legalább két világbajnokságon tudjanak szerepelni. Ismét együtt láthattuk a kedvenceket. Azokat, akikért tegnap vagy tegnap előtt még vörösre tapsoltuk tenyerünket, vagy reketre kiabáltuk torkunkat. Ennyi jó labdarúgót, nem túlzás, napjainkban sehol a világon sem lehet együtt látni. 20 000-en köszöntötték az egykori csillagokat. S hiába lett mondjuk kevesebb a haj, és talán ma már jobban csillog is, vagy esetleg 2-3 kilóval átestek a versenysúlyhatáron, egy dologban azonban, mintha nem változott volna semmi. Ma is pontosan úgy szeretik a fettyes labdát, a labdarúgást, mint évekkel ezelőtt. Kergetik, bűvölik, és mint egy másfél órára a régi idők fociának hangulatát idézték az egybegyűltek elé. Ihász gyakran robogott el, ellenállhatatlanul a partvonal mentén. Farkas János beváltotta ígéretét, 2 nagyszerű gólt lőtt. Mészőtől pedig ismét láttuk annyiszor megcsodált fejeseit. Pontosan úgy, mint azelőtt. Hadd ne legyek ünneprontó, és ne mondjam ki mikor, hiszen olyan érzésekkel hagytuk el a pályát, hogy talán még mindig játszhatnának ezek a fiúk. Egy kicsit, mintha túlságosan is korán hagyták volna abba az aktív játékot. De ezen most már kár vitatkozni. Az életrendje az, hogy az idősebbeket felváltják a fiatalok. Az őrségváltásnak előbb-utóbb be kell következnie.
A búcsú mindig szomorú egy kicsit, és az alól a csütörtöki másfél óra sem volt kivétel. Amikor pedig Vadas György, a régi ismert játékvezető a 90 perces bemutató végét jelezte, a nézők előzönlötték a gyepszőnyeget, és vállukon vitték le egykori kedvenceiket. 13 évvel ezután Farkas János végleg elköszönt társaitól és a közönségtől. Ő első volt az egyenlők között. Az külön büszkeséget jelentett a Vasas Sportklub számára, hogy Farkas János piros-kék színekben tündökölt, és elsősorban angyalföldcsillaga volt. Lóri, vagyis te nálad volt labda. Csel sorozat után kitetted a Beneferinek, Feri elszaladt, én érkeztem, és így sikerült berúgnom ezt az emlékezetet, amit a évtized, vagyis az évszázad góljának mondott. Így elmondva, milyen egyszerűnek tűnik. Igen, csak oda is kellett érkezni. Ismét 100 000 néző örül, szurkol és reménykedik. Hát, ha most legyőzi a Vasas a Rapidot a közép-európai kupa döntőjében. A piros-kék játékosok már az elején nagy elánnal vetik magukat a küzdelembe. Ott a labda Raduynál a jobb szélső, szélsemesen húz el a jobb oldalon, aztán középre íveli a labdát, a 16-oson belül Szilágyi egyszerzi meg, ő középre gurít, és aztán csordás, lő, gól! Remek akció, pompás gól, 1-0, és már is újra Lelenka támad a bal szélső, becsapja Hallát, aztán középre gurít, tessék megfigyelni ezt a gól, csordás, lő, gól! Idekültű Ándortól láttam a magyar angolon ilyen pompás testelt és ilyen remek gól. 2-0-ás Vasas vezetésnél a Rapid rendül támadásba. Ott vagyunk a 16-oson belül. A Rapid játékosok nagy harci kedvel vetik magukat a küzdelembe. Riegler lő, gól! 2-1 tehát az eredmény, csak a bécsi Schlachtenbullerek örülnek, a budapesti közönség dermedten figyelte a gólt. Mindenki arra számít, hogy most a Rapid a kiegyenlítő gólért harcol majd. A Vasas védelem azonban remekül áll a lábán. Már is bundzsák ki a labda. A jobb fedezet előre vágja a csatárokhoz. Csordás hátrafelé gurítja a labdát Raduyhoz. Raduy lő, gól! Szinte kiszakítja a hálót a labda, olyan erős volt ez a Raduy bomba. A második félidőre 3-1-es vezetéssel vonul ki a Vasas, és már is pompásabbnál pompásabb támadások gördülnek előre. Csordás lő, Gartner kiüklözi a labdát, Szilágyi lő, gól! Gyönyörű gól, 4-1 az eredmény, 3 gól különbséggel vezet a KK döntőben a budapesti Vasas csapata. És a fiúk újra meg újra támadnak. Az 5. gól is bent volt már Gartner hálójában, megzavarodik a Rapid védelme. Újra ott vagyunk a 16-os tájékán, Szilágyi egy lő, gól! 34 esztendő Szilágyi Gyula élete legszebb gólját lőtte talán Gartner hálójába. A 7. is ő lövi, és most Raduy szágul, de Golovic meleg lövés, gól! 8-1 az eredmény. Álmunkban sem gondoltunk arra, hogy a Vasas csapata a KK döntőjében 8-1-re vezet majd a Rapid ellen, és még nincsen vége. Igaz, hogy most Szilágyi Gyula Hanapival együtt elesik. A Rapid védelme tehát felszabadít, Hőtől a jobb fedezet vágja előre a labdát, Halla megy rá, és kihasználja a Vasas védelem pillanatnyi megingását. Középre teszi a labdát, és Riegler hátáról behull a hálóba a potyagól. 8-2. A Vasasban azonban van még erő. Újrakezdés után bundzsák labdájával Teleki szágul, de lövés, gól! 9-2 tehát a végeredmény. A közép-európai kupa győztese 270 perces küzdelem után a nagymúltú Vasas csapata lett. Szilágyi Gyula meghatottan veszi át a pompás serleget, és a szurkolók boldogan veszik vállukra a kapitány. Gratulálunk, fiúk! Az Európa-bajnokságokon a klub eddigi utolsó bajnoka Erdei Zsolt. Most pedig kimondva, kimondatlanul itt az arany, az elérendő cél. Zsoltnak meg kell védeni Európa-bajnoki címét. Háromszor találkoztak már Sztyepán Bozicssal, mind a három alkalommal Erdei győzött. Ez tehát nem kis bizakodásra adhat okot. Jó a jobb kezes. Utána pedig jön a kemény sorozás. Egybe is szaladt Bozics állára ezek közül. Megvan tehát a vezetés. Ő már megszokta, hogy általában magasabb ellenfelekkel kell boxolnia. És a remek bal egyenes előkészítések után beugrásokból, mint az imént is láthatták, megvan az 5. pont éppen. Beugrásokból, nagyon szép kombinációkból szerzi a pontjait. 6-1 már. Megint jó jobb kezes. 8-1. A balos is ott volt. Megkönyörülnek a pontozók Bozicson. Kínos lenne, ha meg lenne a 15 pont, azaz a leléptetéshez szükséges különbség egy Európa-bajnoki döntőben. Így most 8-1-el be kell érnünk eddig, de Zsolt szenzációsan dolgozik.
csínybe ütöttek. Egyik oldalon semmi regisztráltak találatot a pontozók. Az a balos bizony bent volt megint Vozics állán. 10-2 most már a mérkőzés állása. 1 percen belül vagyunk ahhoz, hogy Erdei Zsolt második Európa-bajnoki címét szerezze meg. 11-3 egy balkezes után már. Hát élmény nézni Erdei Zsolt teljesítményét. Megint jó volt a balkezes. Hát mit nem látnak meg, ha ezt nem, amikor legalább 20 centit vágódott hátra Bozics feje. Csoda egyet, hogy a nyakán maradt. Na mindegy, ezen nem kell már meditálnunk. Ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek. 11-5-re győz Erdei Zsolt, és megszerzi második Európa-bajnoki címét. Egészen pontosan fogalmazva, megvédi, hisz ő 98-ban Minskben is a dobogó tetején átsorgott az eredményhirdetéskor. Bozics nyondolom azt magyarázva el neki, hogy ő is érezte a tudásbeli különbséget, ami látható és érezhető volt itt a küzdelem folyamán. A 75 kg-ban tehát Erdei Zsolt, az Európa-bajnok a képen látható, Sztyepán Bozics pedig az ezüstérmes, aki így sem lehet nagyon szomorú, hisz élete első érmét hozza el felnőtt világversenyről. Zsoltnak ez az érzés már nem újdonság tehát. A meccs utolsó hivatalos momentuma, az eredményhirdetés következik. Zsolt hozza a magyar zászlót természetesen. 11-5 tehát a pontozás aránya. Erdei Zsolt nagyon magabiztosan nyeri ezt a mérkőzést is az Európa-bajnokságon, mint ahogy tette ezt az ezt megelőző 3 találkozóján is, és Európa-bajnok. A Vasas talán nemzetközileg leginkább ismert szakosztálya a vízilabdázóké. 1995-ben és azt megelőzőleg 10 évvel megnyerték a Keket, 1984-ben pedig hazahozták a bajnokcsapatok Európa kupáját. Ez a védekezési forma, amelyet a Dinamo Bukarest választott, egyelőre nagyon hatásos. A centereinket nem tudjuk játékba hozni. Budavári. Ez a hatásos fegyver ez ellen, a zóna ellen átlőni, hogy kihúzódjanak a center elől a lövőjátékosra. És akkor könnyebb lesz majd bejátszani is a labdát. Bődületes nagy gól Budaváritól. Jó lenne egyenlítéssel zárni az első 7 percet. Kenéz, Földi, Budavári, Mészáros. Kenéz megint, húzásra gól. Kunca gólszerző. Kenész beviszi a 2 méteren belülre, utána átteszi a hosszú oldalra. Budavári, Kenész és Finu. Egy ember elől, mert nem jött vissza. Hadzsu. És mi fogja nevetni a vége? Ez az. Bravo, fiú. Eddig 2-szer a Dinamo Bukarest, 1-szer a Vasas hozta el a labdát. No, ez most döntetlen. Most az kéne, hogy a meccs is döntetlen legyen. Kenéz. Kunc kap szabad dobást. Budavári. Kunc. Budavári gól. Budavári a mezőny legeredményesebb játékosa. 8-8. 21 évvel ezelőtt itt, ebben a teremben a női kézilabdázók Európa legjobbjai lettek. Ez a siker koronázta meg 15 magyar bajnoki elsőségüket. Miénk a szabad dobás? Így van, nem kell indítani. Sterbinski nem is indít.
Rinzai jön. Ezt a támadást góllal kell befejezni. Gódornyi. Gombai. Sterbinszkire kilépnek, Rinzai. Ismét. Angyal. Nagy Marianna, szétmennek előtte, úgy van. 2-0. Gombai. Rinzai. Sterbinszki, menj be, nem vállalkozik Sterbinszki. Na most talán. Igen, hát miért ne? Kitics közben. És most védekeztünk, sőt, Gombai már elől. Két lépés előnye van, Sterbinszkinek adja. Gól. Ember hátrányból is. Most már kevesebb, mint 10 perc. Sterbinszki ismét a pályán. 5 gól az előnyünk összesítésben. Ennek elégnek kell lenni. Sterbinszki. Lerántani sem tudják. Fél tucat gólt lő Sterbinszki a második fél időben. Még mindig 25-16. Pesics, Kitics, Cudermann. Gyönyörű szerelés, Gombai. Sterbinszki megy, Gombai nem foghatja meg. Üres a másik szél, Csíkné. Gól! Azt játszották a pályán, amit a mieink akartak. Meghatározó volt a játékstílusa a Vasasnak. És ez a mérkőzés megnyeréséhez vezetett végeredményben. Sterbinszki, Csíkné! Másodpercek vannak már csak hátra, és amiben bíztunk a meccs elején, és amiben bíztunk végig a 2x30 perc alatt, ez most valóra válik. A Vasas káprázatos játékkal, taktikus, jó teljesítménnyel megnyeri a beket. Gombai nem tud már végigfutni a pályán rendes játékidőn belül. Nagyon jó teljesítménnyel, harmadszorra, mert szó volt róla, hogy 3 a magyar igazság. 2-szer volt a Vasas a megdöntőben. Harmadszorra megnyerték a női bajnokcsapatok Európa kupáját. Pezsgő is kerül, ahogy az illik, a szurkolóktól a kupába. Minden megvan tehát, megvan a boldogság. De jól esik nézni és hallani mindezt. A sort persze még sokáig folytathatnánk, a Vasasban szerepelt sok-sok kiválóságra visszagondolva. Így Messina Miklós, vívó világbajnokra, aki később a klub elnöke is volt. További kardozókra, göteborgi világbajnok csapatra, mely egy kivétellel csak Vasas vívókból állt. Hammang Ferenc, Maróth Péter és Kovács Pál fiai, Kovács Attila és Kovács Tamás. Az egyéni világbajnok Gerevics Pál, akit édesapja Gerevics Aladár készített fel a klubban. Thank you.
fedett pályás atlétikai Európa-bajnok Szalma László. A legjobb magyar atlétikai helyezést, ma is rossz kimondani, hogy csak egy negyedik helyet, Szalma László szerezte 813 centis nagyszerű új országos csúccsal. Az atlétikai stadionban férfi távol döntő. Szalma László hatodikként került be. A döntőben az első két ugrásnál belépett. Ez a harmadik. Ez jó, 8 méter, ezzel Szalma hatodik. Vízilabda Európa bajnok, Kósz Zoltán. Elfoglalja a posztját Ben Stratán, de nem lehet neki még betenni a labdát, aztán Gorskov beindul középre, de Merz megy vele. 10 másodpercnél kevesebb támadó ideje van az oroszoknak, kiállítás, gondoltuk, és megfogja Kósz! Ha-ha-ha-ha! Még ez is! És bejön a kapuba, minden játékosnak megadja a lehetőséget dr. Kemény Dénes, hogy védjen a döntő Szécsi Zoltán is. Aki még ilyenre is tud figyelni, bravo, bravo Csita, nagyon jól védtél, szenzációsan védtél, minden játékos a döntőben, ilyen különbséggel vezetünk kérem szépen. Sydneyben nem ússza meg a kapitány fürdés nélkül, de gyanítom, hogy nem lesz nagyon szomorú miatta. 5, 4, 3, 2, 1, olimpiai bajnok Magyarország! 24 év után a magyar vízilabda csapat nyer! Az 1986-ban az év női válogatottjának választott női kézilabda csapat. Benne Rácz, Samus, Barna, Gombai, Gódorné. Vagy a Magyarországon az év női sportolójának első ízben megválasztott Körmöci Zsuzsa. Aztán 1958. Körmöci Zsuzsa. Hasonlóan Asbot Józsefhez az első helyen végez. Ez a legnagyobb teniszverseny tehát, ahol a magyar teniszsikerek a legtöbbször születtek. Két győzelmünk van. Egy-egy játszma arány után a döntő játszmában Körmöci 6-2-re győzött. A Roland Garros nyert teniszezőnő, és persze még nagyon sokan mások. A döntőben Steffi Graf volt az ellenfél, Graf van szemben. Andrea neki a kétkezes fonálkot. Tessék megnézni ezt a labdamenetet, elképesztően jól játszik Andrea. Már ez a tenyeres. Ő ritkán megy előre a hálóhoz, most ott van, és ilyen pontosan röptöz. Ez egyik legszebb pont az egész mérkőzésen, amit 57 perc alatt Steffi Graf nyert. Ez a pont is Andreáé. Az első játszma volt a szorosabb, itt csak 7-5-re tudott Graf nyerni. Ez már a mérkőzés labda. Graf egyébként az egész mérkőzésen, ezen a mérkőzésen több pontot veszített, mint az egész tornán. Game, set and match to Gunther Taroxi. Az ökölvívó legenda eltávozott. Életének 78. évében elhunyt Papp László háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó, egykori hivatásos Európa-bajnok, aki 27 profi meccsét megnyerte, 2 döntetlenül végződött, vagyis veretlen maradt, de a hatalom tiltása miatt a világbajnoki címért nem indulhatott. Ez így talán túl hivatalos. Másként, ahogy őre emlékezünk, meghalt Papp Laci, bocsánat, sokunknak Laci bácsi. Ő, akit tisztelt, megsüvegelt a világ, ő, aki 13 éven át volt szövetségi kapitány. Interjúk, meccsképek őrzik emlékét, azért a sportemberét, akiért rajongott az ország, aki szimbólum volt. Könnyed, szabad stílusa mosolya, kacsintása tett szebbé perceket, napokat. Maximalista volt önmagával, de versenyzőivel is.
Az edzőtáborokból elküldött versenyzők, a büntetettek néha későn, de tanúsítják mindezt. Rettegték Hajda nöklét az ellenfelek, tisztelték akaratát, eredményeit, még az ellentáborban is. Ellentábor. Mert voltál ilyen is. Ne feledjük. Persze a bánat közös. És a kitüntetések. 1989 a világ legjobb amatőr és hivatásos ökölvívója. 1991 a Magyar Halhatatlanok klubjának tagja. 1993 nemzetközi Fair Play díj. 2001 milleniumi ezüstemlékérem Budapest díszpolgára. Eddig a sorolás. Eddig az élet. Pap László élete nem egészen 78 évig tartott. Odaát már régen várja az örökmester Adler Zsigmond. Sajnos újra egymásra találtak. Nem véletlenül állunk itt a nagy elődök plakátja előtt, hiszen a Vasasban mindig is komoly hagyományai voltak az ökölvívásnak. Az utolsó három olimpián mindig született érmes ebben a szakosztályban. Itt most nagyon sokan elvárásokat fogalmaznak meg veled kapcsolatban, hogy te lehetsz az, vagy az egyike azoknak, akik folytathatják ezt, a sort. Gondolod, hogy eljött az idő? Hát úgy érzem, hogy igen, talán eljött az idő a koromnál fogva is, meg talán már a tapasztalataim alapján is érett vagyok arra, hogy olimpián érmes legyek. Nagyon szeretném nem megszakítani ezt a sorozatot, és én lennék esetleg a negyedik vasas versenyző ebben az olimpiákban, aki érmesre tudott lenni. Kadett Európa bajnokságot szereztünk ki, mert a vasas szakosztálynak a tagja Lakatos Márk, a junior korcsoportban Bedák Pál aranyérmet szerzett, és a felnőttek, akik az ősszel szerepettek a világbajnokságon, a 11 súlycsoportból 5 vasas versenyző volt kint a világbajnokságon. Mondjuk a jó benyomást csinálta a Bedák Pál, aki a junior EB-t megnyerte. A többek is jól boxoltak, de a pontszerzés nem sikerült. Remélem, hogy a jövő évi Európa bajnokságon, jött az olimpián jobban szerepel. Nem csak a magyar box, hanem a vasas versenyzők is. Bárkit képes vagyok legyőzni. És hogyha bárkit képes vagyok legyőzni, akkor az olimpiai kvalifikációt is meg tudom szerezni. Ebben az évben úgymond én saját magam érzem, hogy nagyon sokat fejlődtem, és ugyanezt várom el a jövő évtől is. Idén sikerült 9. helyet elérnem a világbajnokságon, jövő évben hazai válogató versenyek elé kell, hogy nézzek, mivel nem saját magamnak, hanem az országnak vívtam ki a kvalifikációt, úgyhogy nekem a hazai riválisokkal ugyanúgy meg kell, hogy küzdjek. Apró dolgokon kell finomítani, értem ezt a kapaszkodáson, értem a pörgetésen, tehát még tökéletessé kell tenni ezeket a fogásokat, hogy ha el akarják venni a meccset tőlem, akkor se tudják elvenni. Az ember kimegy az olimpiára, akkor mindenképpen aranyat akar nyerni. Legalábbis én így vagyok vele. Én bízom benne, hogy fognak fölkerülni fényképek a falra, hiszen ebben a csapatban van annyi, hogy tudjanak nyerni. Én titkon remélem, hogy aranyérmet is tudunk nyerni ezen az olimpián, és akkor ez a paletta, ez nagyon bővülni fog. Hajrá, Vasas, adjon föl! A szurkolók rendkívül módon a csapat mellé álltak, ők nagyon hálásak azért, és nagyon támogatják a csapatot, hogy ismét van csapat, amiért természetesen az ügyvezetésnek és az új tulajdonos úrnak köszönet. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy az újjászületésben pedig már részt lehetek aktívan. Még nincs teljesen a csapat összeszokva, hiszen 3-3,5 hónapja vannak együtt. Ahogy én tudom, 13 helyről jöttek a játékosok. Igaz, hogy van benne 12 NB1-es játékos, ami nem kis dolog a mai viszonyok mellett, de én úgy gondolom, hogy még idő kell arra, hogy összeérjenek,
és igazán jól, igazán még eredményesebben, nagyon remélem, hogy a tavaszi szezonban fognak játszani. Minden ember arra vágyik, aki egy bizonyos kort megért, és férfi, hogy fiatal nők között dolgozzon, akik szépek, vidámak, fiatalok. Én nekem ez megadatott is, emellett még ezen kívül egész jó kézilabdáznak. Szeretnénk az év végén, tehát ebben a rájátszásos rendszerű bajnokságban a második lépcsőben, tehát 5.-8. helyett részvő csapatok között szerepen ide bejutni, azt hiszem ebbe az évben ez a reális tervünk. Jövőre pedig megcéloznánk a nemzetközi porondot, ami minimum 5. helyezést jelenti a csapatnak, és az által úgy gondolom, hogy a vasas hagyományai egy kicsit újraéleszünk. Életem egyik legjobb évét zártam. A világkupa sorozatot megnyertem, a világbajnokság is nagyon jól sikerült, egyéniben harmadik lettem, csapatban ezüstérmesek, tehát azt hiszem, hogy elégedett lehetek ezzel az évvel. És ráadásul a világbajnokság után most a világranglista élén is vagyok, tehát ennél többet és jobbat az ember nem is kívánhatna magának. Ez óriási dolog, hogy így egy klub alkot tulajdonképpen egy válogatottat. És hát, hogy mióta vagyunk együtt, ez jó kérdés. Gyakorlatilag mióta elkezdtünk vívni, én azt gondolom, hiszen a Domonkos talán 2 évvel idősebb, a Balázs 2 évvel fiatalabb, úgyhogy gyakorlatilag egy időben, szerintem 15 éve biztos, hogy egymás mellett harcolunk. Tudom, mennyiben ez lesz a felállás, én nagyon bízok benne, hogy ez lesz. Mindenképpen nem szeretem elkiabálni, de mindenképpen érem esélyes a csapat. Pikantérja eljönnek a csapatnak az, hogy a negyedik ember, aki a Fodor Kende, ugye a honvéd versenyző, de ő is az én tanítványom. Tehát gyakorlatilag 2 edzőnek, 2 vasas edzőnek a tanítványaiból került ki ez az ezüstérmes karcsapat. Fiatal csapat, de én nagyon, nagyon kedvelem a csapattársaimat és a szakosztályvezetést, az edzőt is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a tavalyi 3. helyünk után most egy kicsit előrébb szeretnénk lépni. A felnőtt változatban van 2 emberünk, a Wifi-ben van 3, és a Sejdeben 4 válogatott játékosunk van, tehát ez is egy jó dolog. Ehhez a kérdéshez még hozzá kell tennem a 2 ukrán játékost, akivel november 1-től kötöttünk szerződést, a Natasa Akinova és a Natasa Papizsánszkaja, és velük reményem szerint a bajnoki döntőt tudunk játszani, és remélem, hogy meg is tudjuk nyerni. A kapuban Kósz Zoltán olimpiai bajnok, előtte Bekkel az egyik új szerzemény, a szintén olimpiai bajnok Steinmetz Barna. Előtt centerben Öccse Steinmetz Ádám, a jobb szélen Madaras Norbert, a bal oldalon Varga Dániel. Átlövőben Vindis Ferenc és a másik újonnan érkezett a 3. olimpiai bajnok Kásás Tamás. És akkor még nem beszéltünk a Varga fivérekről, Tamásról és Zsoltról.
első osztályú társaság, és ezt a családi vállalkozások szövetségét a Becsellyel és az Olimpiakosszal bajnokok ligáját nyerő edző Kásás Zoltán irányítja. Én a Vasasban találtam meg azt, hogy esetleg az elképzeléseimet valóra tudjam váltani. Az első pillanatok ez nagyon szimpatikus volt maga a klub, a hozzáállás, a lelkesedés. És bár volt más kérőm is, több kérő is, de tulajdonképpen az első pillanattól fogva legkomolyabban a Vasas érdekelt. Ez már eleve egy nagyon jó csapat volt, meg megpróbálom még valami pluszt esetleg hozzáadni. Nagyon magas, hajrá, vasasok, most ne hagyd magad, azért is hajrá.